A csapatsportágok közül Magyarországon a kosárlabdázók léptek elsőként, és nyilvánították befejezetnek a 2019-2020-as idényt. A következő bajnokság kezdete még nagyon messze van, de a játékosok igyekeznek karbantartani magukat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks kosarasai kis csoportokban edzenek a Continental Arénában. Azok edzenek, akik úgy gondolják, hogy egyedül ketten-hárman be tudnak jönni és meg tudják csinálni az edzéseket. Alapvetően azért a legfontosabb, mert megpróbáljuk megőrizni egy picit a fittséget, és próbálunk olyan állapotban maradni, hogy ha elkezdődhet a munka, akkor azonnal tudjunk kezdeni. Tarnóti Zalán erőnléti edző a sportcsarnok teraszán kialakított kondipályán tartja a tréningeket a nyíregyházi kosarasoknak. Nem az egész csapattal dolgozunk, hanem a csapat egy részével, szabadtéren. Hát ugye azért az eszközök, gyakorlatok egy része így korlátozódik, viszont én úgy gondolom, hogy tényleg elég nagy a repertoár, és így változatosan, és tényleg akár az alapkészségeket, akár a, mint az alaperő, a törzserő, illetve a stabilitástól elindulva egészen a, mondjuk így a képességek magas szintre hozását, mint a robbanékonyság, fordulékonyság alapját jelentő kitámasztási erő, ezeket is akár ott a lépcsőn, az erkélyen nagyon nagy térrel rendelkezésünkre. Ez egyrészt a vírus miatt is jó, hogy nagy terünk van, másrészt pedig, hogy tényleg nem egy pici szobában, vagy akár egy kis zsúfolt teremben kell dolgoznunk, úgyhogy akár a gyorsági állóképességet, akár az irányváltó képességet, amik ugye ennek a sportnak az alapjait jelentik, illetve ezek még mélyebb alapjához szolgáló robbanékony erőt is tökéletesen tudjuk fejleszteni. A játékosok között ott van Szobi Dániel is, aki mind a 23 bajnoki meccsen pályára lépett első nyíregyházi idényében. Azért jöttem ide, hogy minél jobb eredményt érjen el a Nyíregyháza. Ez valamilyen szinten sikerült, hiszen gyakorlatilag a szezon 80%-ában az első vagy második helyen tanyáztunk. Gyenge volt a rajt, de ezt hamar tudtuk korrigálni, és érzem, hogy a MAFC-szal párban mi voltunk a legnagyobb várományosai a bajnoki címnek. Fura volt ennyi idő után egy új szisztémát, egy új edzőt, új csapattársakat megismerni, beletanulni. Fele másnak értékelem voltak jó periódusok, voltak kevésbé jók, én magamtól többet várnék, akár következő szezonban is, de nem lehetek elégedetlen, hiszen jó pár mérkőzés volt, amikor tevékeny részese voltam a csapat sikerének. Beszélgetek azért más sportolókkal, főleg kosárlabdázókkal, nekik még annyi sincsen, mint nekünk, hogy szervezetedzés, szervezet keretek között tudjanak akár kondizni, nem utolsó sorban dobni, bemenni a csarnokba, főleg a csarnok az, ami egy óriási pozitívum, hogy lehet menni és gyakorolni a dobást, úgyhogy én örülök neki nagyon. Nyilván nem a legideálisabb, de a jelenlegi helyzethez képest ez egy nagyon jó állapot nekünk szerintem, amivel akár kamatoztathatunk is a jövőre nézve. A kosárlabdához kapcsolódó szomorú hír, hogy vasárnap elhunyt Sallai József, aki testnevelőként és edzőként rengeteg, később akár a válogatottságig vagy az élvonalig eljutó fiatalt ismertetett meg a sportággal. Én úgy gondolom, hogy a nyíregyházi kosárlabdázás a legnagyobb alakját veszítette el, és nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni pótolni azt a tudást, azt a mentalitást, azt a hozzáállást, amit ő tudott adni a kosárlabdához és az oktatáshoz és a tanításhoz. Lehetne nagyon sok dolgot mondani arról, hogy hogyan is élt, hogyan tanított, hogyan tartotta az edzéseket, de úgy gondolom, hogy mindennél többet mond az a sok bejegyzés, amit most a közösségi oldalakon a régi tanítványai tesznek közé, és a régi tanítványai írnak. Azt hiszem, hogy ha valakivel egy rövid időt is foglalkozott, az életében mindig megmarad az ő emléke, és emlékezni fog arra, hogy mi az, amit Józsi bácsitól kapott.